Ez az eszköz biztosítja a Bánki Donát műszaki technikum aulájában a gyors internetet a diákok és a pedagógusok számára. Ugyanilyen rútert helyeztek el az iskola több tanműhelyében is, hiszen ma már a legtöbb eszközt digitálisan, internet segítségével vezérlik a diákok. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium országos fejlesztésbe kezdett. A szakképzésbe is a digitális tudás egyre nagyobb előtérbe kerül. Ma már minden egyes szakmánál kell digitális kompetenciákat is átadni, ehhez pedig technika kell. A technikai hátteret kívánjuk megteremteni az intézményeinknél, hogy valóban a tartalmi fejlesztéseket is meg lehessen csinálni. A közel 4 milliárd forintos keret szétosztásánál fontos szempont volt, hogy egy-egy iskolában milyen tanműhelyek vannak, mekkora a kollégiumi kapacitás, vagy hogy milyen adminisztrációs feladatokat kell ellátniuk az adott intézmény dolgozóinak. Országosan összesen 13 ezer access pontot alakítottak ki, ehhez mintegy 1400 switchet telepítettek. Ezt a fejlesztést több, mint 1,3 millió diák és közel 160 ezer tanár tudja majd kihasználni a hétköznapokban. Nyíregyházán 10 intézményt érintett a sávszélesség bővítés. Több mint 6 ezer tanulóról beszélünk, igazából a folyamatban, aki ebben részt vesz, és minden nap élvezheti a technológián nyújtotta előnyeit. Ez kell mindenképpen egy sávszélesség bővítés, újrakábelezés, és több mint 300 eszköznek a felhelyezése a különböző intézményterületekre. Haszna? Hát csak haszna van igazából. Az informatikai nélkül a mai világ szerintem elképzelhetetlen. Minden egyes tantár, minden egyes képzési forma, ha egy picit más nem, legalább óránként 5 percet igényel ahhoz, hogy internetet nyújtsanak a tanulók, és azon keresztül is információt tanuljanak, készítsenek házi feladatot, a prezentációt, tehát bármihez. Az informatika most már elengedhetetlen. Ez az alapja annak is, hogy megfelelően képzett, minőségi munkaerővel tudják ellátni az ország és a térség gazdaságát egyaránt. A 21. században széles sávú, szupergyors internet nélkül nem lehetnek meg a szakképző iskolák, hiszen itt a szakképzési centrum intézményeiben, de mondhatjuk, hogy minden oktatónak alkalmazni kell ezt a digitális technológiát, gyakorlatilag nem csak az oktatásban, hanem a duális képzésben is, hiszen a gyakorlati képzéshez is már elengedhetetlen a széles sávú internet. És még valamit szeretnék mondani, amellett, hogy köszönjük a fejlesztést, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges a 21. századi korszerű szakképzéshez, hogy természetesen a digitális technika, technológia nagyon fontos. A koronavírus járvány meg is mutatta számunkra, hogy hát akár akarjuk, akár nem, ez a jövő. A projekt legelső lépése a 2019-ben elfogadott és elindított szakképzés 4.0 volt. A sávszélesség bővítés ennek elemeként tavaly szeptemberben indult. Az 1 gigabit per szekundumos sávszélesség bár korszerű digitális oktatást tesz lehetővé, a szakképzés fejlesztése itt nem áll meg, ez csak egy állomása a teljes megújításnak.